Egy különösebb múlt nélküli kis csapat, a Piast Gliwice vezeti a lengyel labdarúgó ligát, üldözője pedig a varsói Stargarda, a Légia. Mindkettő játszott tegnap, ráadásul a listavezető a magyar légiót alkalmazó címvédő Lech Poznannal, úgyhogy most lengyel foci Szabó Balázs, a Tomi Kibice és Mitrovics Miklós az Extraklasa oldalak szerkesztőivel. Jó reggelt kívánok, urak, sziasztok! Jó reggelt. Hát ugye korábban nem biztos, hogy nagyon figyeltünk a lengyel bajnokságra, nyilván a magyar játékosok megjelenése odairányította az érdeklődést. Azt mondjátok meg először, hogy milyennek a ligának a legfőbb stílus jellemzői, ha összefoglalnánk? Hát én azt gondolom, hogy nyilván mindenki kicsit a magyar bajnoksághoz szereti összehasonlítani, és mindig mindenki azt kérdezi, hogy jobb vagy rosszabb, vagy milyen ez a liga, a lengyel bajnoksága magyarhoz viszonyítva. Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból erősebb liga, nyilván nem egy Bundesligáról beszélünk, vagy nem egy spanyol ligáról, erről szó sincs, de az látni kell, aki rendszeresen nézi a meccseket, az látja, hogy ebben a ligában azért több az ütközés, több párharc van a játékosok között, gyorsabb a játék, kevesebb az állójáték, mint a magyar bajnokságban. És hát ami szerintem alapvető különbség, hogy minden csapaton, de főleg mondjuk a bajnok esélyes csapatokon, különösen mondjuk a Légián vagy egy Lech Poznanon, azért van egy erős szurkolói nyomás is, ami nem engedi meg a játékosoknak azt, hogy mondjuk lazábban vegyenek meccseket. Ettől függetlenül nem mert azt mondom, hogy vannak szurkolók. Mert hogy vannak szurkolók, igen. És ettől függetlenül nem azt mondom, hogy nincsenek gyengébb meccsek a lengyel ligában, de úgy általában azt lehet mondani, hogy nézhető és kemény meccseket lát, aki mondjuk kilátogatott. Visszaigazolom, szerintem is abszolút. Múltkor pont a Piast Gliwicét láttam egy-két héttel ezelőtt, egészen izgalmas mérkőzést játszott. Akkor azt hiszem a Gurnyik Zsabzséval. Hova lőjük be akkor a ligát Európában? Mondjuk egy ilyen osztrák-belga környékek közé, kicsivel mögé, mit gondolsz, az megfelelők? Hát én azt gondolom, hogy igen, ezt látjuk ugye mondjuk az Európa Liga vagy a Bajnokok Liga selejtezőben, hogy a lengyel csapatok nagyjából ezekkel a csapat vagy ligákból érkező csapatokkal veszik fel a versenyt, erősebbekkel sajnos nem nagyon. Mondjuk tavaly lehet mondani, hogy a Légia egy kiemelkedő Európa Liga szereplést produkált, de idén látható, hogy azért akkora előrelépés még nincsen, tehát igen, ez az európai középmezőny. Na most Balázs, azt mondnak, hogy a hagyományos lengyel-magyar barátság miatt, ami azt gondolom, hogy talán a lengyelek részéről sokkal inkább és élénkebben él ma, mint a részünkről már jó ideje. Szóval emiatt ott magyar futballistaként könnyebb a beilleszkedés? Úgy gondolom, hogy sokkal jobban megtalálja a helyét egy magyar játékos, mint egy bármelyen másik légiós, akár aki oda kerül. Láthatjuk a magyar játékosokon is, hogy egyből fel tudták venni a fonalat a lengyel ligában. Különösen igaz ez természetesen Nikolicsra, illetve a Vízlában Guzmicsra. Holman Dávid volt az talán egyedül, aki a Lech Poznanban nem tudott beilleszkedni, és hogyha jól tudom, akkor ő valószínűleg távozni is fog. A tegnapi meccsen nem is volt a keretben. Egyébként a legfontosabb különbség szerintem, hogy a Miklósra reagáljak, a magyar és a lengyel bajnokság között, ahogy említettük, az a nézőszám, és a hangulat és a futballt körülvevő atmoszféra, ami gyökeresen különbözik a magyartól. Na most egy kicsit nézzük ezt, tehát akkor itt szenvedély, lelkesedés, meg hát ezek szerint akkor a nézők száma. Hát többszörös nézőszámok, tehát direkt megnéztem az adás előtt, 8600 volt az átlag nézőszáma a lengyel ligának, ami ugye kétszerese, háromszorosa a magyarénak. Háromszorosa. A teltházas meccs viszont nem volt idén, az egy érdekes dolog, tehát a legnagyobb nézőszámú meccs azon csak 26 ezeren voltak a Légiánál. Nálunk ez 17 volt most a derbivel. Igen, és a nézőszámok tekintetében a Légia Varsó vette át a vezetést idén, eddig a Lech Poznan volt általában, mivel a nagyobb stadionja is volt, csak a Lechnek nagyon katasztrofális szereplése volt idén a bajnokságban, ezért ott csökkent is a nézőszám. Na most még nem ejtettünk szót, illetve én az elején említettem, hogy egyelőre a bajnokságban nagy meglepetésre ez a sziléziai, hát lengyel mérve kisváros, a maga 180 ezer lakójával, a második világháborúból ismerhetjük Gliwic néven a város, tehát a Piast Gliwice vezeti a bajnokságot. Ez mondjuk arányaiban valami hasonló, mint hogyha megvalósult volna Magyarországon Orbán Viktor álma, és mondjuk 5 ponttal menne a felcsút, vagy mondjuk az az adekvátabb, hogyha azt mondjuk, hogy a Paks vezetné a ligát?
Hát azért nem a felcsút, azért a Paks mondjuk, nem? Glivice azért az egy, hát ha Magyarország lenne, akkor ez egy nagyobb hát városnak számítana. A harmadik, negyedik legnagyobb város lenne, tehát igen. Arányaiban az mondom ezért. Mondjuk a Bruck-Termalice vezetni a bajnokságot, akkor az, arra mondhatnánk, hogy felcsút kategória, ugye ez egy 700 fős falu, aki tavaly feljutott az első osztályon. Azért nem akkora, nem akkora meglepetés, hát a Glivice tavaly is elég jól szerepelt, ők adták például a Liga gólkirályát, idén viszont jól erősítettek, két kölcsönjátékos a Spartak Prahából, egy cseh edző, szerintem viszonylag azt lehet mondani, hogy nem az, hogy kiemelkedő játékosok alkotják, de egy stabil védelmet és középpályát összerakott, ahol a valamelyik cseh mindig talál egy gólt, úgyhogy én azért nem mondanám, hogy ők fogják megnyerni a bajnokságot, mert ugye itt még rájátszás is van a lengyel ligában. Feleződnek a pontok, ahol feleződnek. Hát igen, mert ugye ott Alsó és Felsőházra válnak, igen, majd tavasztól. Azért nem könnyű megnyerni a bajnokságot, de azt gondolom, hogy dobogó környékén ott lesznek. Hát ott ennél a klubnál az elmúlt években akkor egy komolyabb építkezés kezdődött, és úgy tűnik, hogy ez komolyabb célok is. Én azt mondom, hogy majd minden csak, tehát nagyon kiegyenlített azért a lengyel bajnokság. Nem csak azt, ha megnézzük a pontokat, akkor látjuk, hogy körülbelül 10 csapat 5 ponton belül van egymástól, hanem a játékban is, tehát mondjuk lengyel bajnokságban azért bárki megéghet, tehát a Légia is meg tud égni vidéken, bárhol, de ugyanígy éppen fordítva is lehet, tehát nagyon nehéz, tehát ha fogadni kell, én mondjuk nem fogadnék soha lengyel bajnoki meccsre, mert totál kiszámíthatatlan, hogy ki mit játszik, de még egy mondatot hagyd mondjak azért a futballt körülbelül közegre, szerintem ez nagyon fontos, hogy a lengyel liga vezető, az extra klassza vezetői kitalálták ezt a ligát, tehát mármint olyan szempontból kitalálták, hogy valamilyen szinten nézik, hogy a Bundesliga hogy épül fel, tehát az egész média körülötte, beleértve a televíziót, az újságírókkal, a közvetítések minőségét, ami azt úgy körülveszi, minden meccs két riporterrel megy le, plusz pályaszéréről, szünetben, meccs végén interjúk, meccsjátékosa, fordulójátékosa, tehát hogy ennek megvan az a körítése, ami Németországban vagy Spanyolországban rendszeresen díjakat kapnak, hát Nikolic is már nem tudom hány ilyen hónapjátékosa díja rendelkezik, ami így Lengyelországban szóval profi módon nem cikki az, hogy valaki extra klassz a meccsre járt. Aha. Tehát valsói kávéházban ülünk, és ott arról beszélünk, hogy hétvégén meccsre megyünk, ez teljesen normális. Tehát azért nem néz senki felveszem, hogy hova néztem, mert lengyel bajnoki meccsre miért nem nézel valami jó angol meccsre. Tehát sokkal jobb az ázsiója. Sokkal jobb. A saját drukkere és közössége körében, mint a magyar. Ez jó néhány év munkája, tehát ez nem egyik napra másikra, de most már látszanak azért az első sikerek. Akkor lehetne esetleg példát venni nyugodtan az NB1-nek, vagy az NB1 szervezőinek, az OTP Bank ligának erről a ligáról. Hát nem ártana egyébként, mert a lengyel bajnokságban a tavalyi szezontól kezdve eltörölték például a szurkolói kártyát. Tehát igen, úgy tűnik, hogy ez most ragadós volt. Mégpedig miért? Azért, mert csökkent a nézőszám. És reagáltok rá rögtön. És úgy tűnik, hogy ez hatásos lesz, és idén több mint 2,5 millió eladott belépőt fog számlálni a lengyel liga. Na most, hogyha már beszéltünk itt a Légiáról, a Légiától valószínűleg a bajnoki cím elvárás, és beszéltünk Nikolicsról, az ottani legsikeresebb magyarról, mert 21 gólnál jár, és úgy tűnik, hogy nagyon szereti a közeg, a közönség, az ultrák, és sokkal jobb teljesítményre képes, mint amit a válogatottban látunk tőle. Ott jók a társak, vagy jobbak a társak, vagy itt kap kevés lehetőséget? Most a válogatottról beszélek, a Videotonnál mennek ezekkel. Ez egyébként az tény, hogy nagy az elvárás a Légiánál, hiszen a jövőre lesz 100 éves a klub. Igen. Tehát nincsen más lehetőség Varsóban, mint hogy megnyerni ezt a bajnokságot. Már csak azért is, mert az idei Európa Liga szereplés hagyott némi kívánnivalót maguk után, utolsó helyen végeztek a csoportban. Nikolic rátérve pedig igen, szerintem jobb a csapata, és sokkal jobb labdákat kap, sokkal jobban tud érvényesülni. És láthatólag szereti, élvezi ott a játékot. De az is igaz, azért hozzá kell tenni, hogy mondjuk Nikolic a Légiában más szerepet kap, mint mondjuk a magyar válogatottban. Mondjuk a Légiánál elvárás, hogy minden meccsen támadjon, és ott van mögötte mondjuk három támadó középpályás, vagy mondjuk ha két ékkel játszanak, akkor Priovic, ez a svájci szerb csatártársa.
tehát azért láthatólag sokkal több labdát is kap, és nem az van, hogy egyedül őrlődik védők között. Nagyon sokszor tud megindulni például éppen a leshatáról, tehát nagyon sok ilyen gólt lő, tegnap is lőtt egy ilyet, amikor egyedül ment a kapusra, de nagyon sok olyan gólt lő például, amire azt mondják, hogy könnyű gól, hogy ott van Lesi puskásként és beválja, de hát azért ott kell lenni, és azért ha már beszéltünk, hogy milyen a lengyel bajnokság, hát azért a lengyel védők elég kemények, tehát azt nem lehet mondani, hogy ott nagyon, szóval meg kell küzdeni, nagyon könnyű gólokat tudna lőni. Na most arra jellemző volt még egyébként, azt hadd tegyem hozzá, hogy nagyon sok a múltban nagyon sok a pontot hullajtott el vidéken kis csapatok ellen, és Nikolić pont ezeket a meccseket hozza főleg. Hát igen, most ugye Kielcében sikerült nyerni. Na most Guzmicsról beszéljünk még egy szót, aki alapember lett Krakkóba, Vizla Krakkóba, viszont a csapat eléggé haloványan szerepel, ha a városi rivalizálást nézzük, akkor a Krakóviának megy elég jól most ebben a bajnokságban, ott vannak a harmadik helyen. Mi van ezzel a nagy múltú csapattal, a Vizlával? Hát a Vizlánál eleve van pont levonás. Egy pont levonás. Igen, és még várható lesz több is, most úgy néz ki. Licenc problémák is adódnak, ugye itt hát, a tulajdonos körüli pénzügyi problémák miatt. Ettől függetlenül szerintem nem kezdtek olyan rosszul a bajnokságot, de hát ez nyilvánvalóan rányomja a bélyegét. De hogyha azt jelenti, hogy a második János Pál él, akkor nagyon örülne most, hogy a Krakóvia. Igen, 20 év után nyert a Krakóvia derbit a Vizla otthonában. Igen, tehát ez egy ritka dolog. Én azt gondolom, hogy Guzmicsnak nagyon jót tett egyébként a lengyel közeg, tehát ezt mondjuk a válogatottban szerintem mindenki látja, hogy mondjuk milyen Guzmicsot láttunk 3-4 évvel ezelőtt, és miért most. Egy önbizalomtól duzzadó, a védelem tengelyében kiválóan mozgó, tehát irányító szerepkörben játszó játékos látunk, aki a levegő ura gyakorlatilag, és ez a Krakkóban is így van, nagyon kemény egyébként, lengyel bajnokságban elég sok sárgát kap, nézem, hogy majdnem minden meccsen, vagy minden másik meccsen kap, tehát elég kemény védőjátékos lett belőle, aki mellett nem lehet csak úgy elmenni. Azt hiszem, hogy ő abszolút alapember, ahogy Kádár Tamás is a Lech Poznányban. Igen, a végére értünk, még tényleg csak egy fél perc, egy pár mondat arról, hogy a Lechnek láttok esélyt arra, hogy feljebb kapaszkodjanak. Hát a címvédőről beszélünk. Hát a kupában az elődöntőben ott vannak, igen. A bajnokságban gyengélkednek, tegnap is kikaptak. Szerintem az egyetlen pozitív teljesítménye a Lechnek idén az volt, hogy a Fiorentinát idegenben meg tudták verni. Hát azért kívül... most annyira nem gyengélkedtek. Jó, tegnap kikaptak ugye a Glivicétől, de mióta Jan Urbán az edző, ugye a Légiával ő korábban bajnokságot is nyert, azóta 6 meccset nyertek sorozatban, ez tegnap szakadt meg, tehát jót tett nekik az edzőváltás, és föl is kapaszkodtak, tehát már azért ők az első 8-ban vannak, de hát nyilvánvaló, hogy nagyon nehéz ledolgozni azt, hogy a szezon első 10 forduló vagy 12 fordulójában az utolsó helyek egyikén tanyáztak. Sajnos a Lech Poznány támadó szekciója, és hát ebben a magyaroknak is szerepe van, nem működött úgy, ahogy a tavaly a bajnokság végén. Mondom, egyedül Kádár Tamás, akire nem lehet panasz a Lech Poznányban. Sajnos Lovrencsics Gergő a sérülése után nem tudott úgy visszatérni, ahogy sérülése előtt játszott. Egyébként azon a meccsen pont kint voltunk márciusban, amikor a Légi ellen megsérült. Azóta árnyéka önmagának. Hát Holman Dávidról megejtettünk. Hát igen, haza fog jönni. Úgy tűnik, hogy legalábbis vissza kell jönni a kölcsönből. Urak, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mindenesetre akkor az a tanulság az, hogy érdemes figyelni, és főként a magyar liga vezetőinek érdemes figyelni, hogy építik a lengyel ligát. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.